Köszöntöm Önöket! A Vasi Kaleidoszkópot, a Vármegye magazinját látják. Két évtizedes jubileumát ünnepelte a Gencsapáti Nemzetközi Betlehemes Találkozó. Az eseményre idén több új együttes is érkezett, mások mellett a székelyföldi Száz Csávási kórus. Betlehemet, szép határán, nagy fényesség támadott. 20 évvel ezelőtt is láthatta már a közönség a Vörsi báb táncoltató betlehemesek játékát. A két évtizedes gencsi betlehemezés egyik első fellépői voltak ők. Falujukban a mai napig él a másfél évszázados hagyomány. Házról házra járnak a karácsony előtti napokban. A tőzsgyökeres gencsapátiak azt mondják, itt is így volt régen. Minden évben érveszek, alig várom, hogy meglegyen, mindig számon tartom, mert mindig vannak újabbak, már a vendégek is, meg hát az előadás is, a betlehemezés is mindig más. Úgyhogy meg a gencsieknek is van betlehemező csoportja, úgyhogy mindig szívesen jövök megnézni őket. Önökhöz jártak, jöttek valaha? Igen. A Soproni Pendelyes Kulturális Egyesület tanulói, a Petőfi Iskola betlehemes csoportja is eljött, hogy bemutassa produkcióját. Aztán a karácsonyi jelképkészítő és rajzverseny ajándékátadása következett. 68 alkotás érkezett a felhívásra, a legszebbek a művelődési ház ablakait díszítik. A betlehemezés a Szili Hagyományőrző Egyesület előadásával folytatódott. A karácsonyi ünnepkör egyik legszebb dramatikus szokása tájegységenként különböző formában maradt fenn. Ezeket mutatta meg a tucatnyi környékbeli, felvidéki és erdélyi csoport a gencsi templomban. Hát 20 év az nem rövid idő. Emlékszem még, hogy kezdtük itt a templom előtti téren, aztán bejöhettünk a templomba. És ez nagy öröm mindannyiunk számára, hogy újra ez a misztérium játékból indult szokás, dramatikus játék, újra a templomban lehet. Az egész Kárpát-medencéből érkeznek csoportok, a betlehemes találkozó igazi nemzetegyesítő ünnep. Idén is köszönhetünk újakat. Erdély országból érkezett hozzánk a Kiskülő mentéről a Száz Csávási kórus, aki egyébként a zenekart is hozta jelzem, mert tegnap egy táncház, a Perintparti táncházi programban egy táncházi programban nyitottuk meg a tegnapot, és ott a Száz Csáva zenekart és a kórust is hallhatták az érdeklődők, meg táncolhattak is. Nagyon-nagyon érdekes számunkra, hogy a többszólamúság, tehát a népi többszólamúság hogyan őrződik meg náluk. A kántálók különleges zenei hagyományt őriznek. Csáváson ez a többszólamúság, ami jellemző Csávásra, és egy több mint 180 éves múltra rendelkező kórusunk van. Fellépett a legelső fellépésük 1835 a templom avatáskor volt, és azóta megmaradt a férfi kórus. A Vasi Népdal Stúdió, a Vitnyédi Néptáncosok, a két helyi bábtáncoltatók, a Csallóköziek, a Kapuvári Tilámli csoport, a Holládi Betlehemesek, de a Bokréta és a Félnótások is együtt karácsonyoztak a helybeli gencsapáti hagyományőrző néptánc együttessel és az érdeklődőkkel a zsúfolásig megtelt templomban. December 14-15-ére virradó éjjel ölték meg Brenner János káplánt a Zsida felé vezető úton. A szombathelyi egyházmegye minden évben megemlékezik a vértanú papról, akit 5 éve avattak boldoggá. Ünnepi szentmisét tartottak a székesegyházban. Boldog Brenner János szombathelyen született. Sírja a székesegyházban található. Vértanúságának ünnepén minden évben összegyűlnek itt az egyházmegye papsága és hívei, hogy felidézzék Brenner János személyét, és erőt merítsenek a példájából. Nagyon közel volt az emberekhez, nagyon szeretett emberek között lenni, nagyon szerette a fiatalokat, nagyon szeretett különféle játékokat játszani, különféle imákat az emberek között elmélyíteni, és valahogy számomra ebben példa ő leginkább, hogy az a fontos egy papnak, hogy az emberek lássák őt imádkozni, ne csak akkor, amikor misézik, vagy ne csak akkor, amikor különféle szentségeket szolgáltat ki, hanem lássák a templom körül, lássák azt, hogy akár ott van a rózsafűzér a kezébe, ott van a breviárium, hogy elérhető. Brenner Jánosra tekintve a kiengesztelődésért és a hivatás kegyelméért kell imádkoznunk, mondta szentbeszédében Martos Levente Balázs segédpüspök. Hogy ajándékozzon meg
a kiengesztelődés ajándékával. Fogadja el a szívem terheit, fogadja el a szívünk sötétségét, mentsen meg a sötétségtől, mely a szívemben ágaskodik. Adjon bátorságot ahhoz, a kiengesztelődés, a béke, az igazságosság követe lehessek veletek együtt. A Szentmisén esküdtettek a december 1-jével hivatalba lépett esperesek, átadták a kiemelkedő minisztráns szolgálatért járó Brenner János díjat, majd a résztvevők Székely János megyés püspök vezetésével együtt imádkoztak, és mécseseket helyeztek el Brenner János sírjánál. Megjelent a Vasi Alkotóművészeket bemutató sorozat legújabb kötete, az Öreg Akác című életmű album Csonka Ernő festőművész munkásságát, pályafutását mutatja be. A könyv a Szülőföld kiadó gondozásában jelent meg. Az Öreg Akác című gazdagon illusztrált kiadványt a Képtárban mutatták be pénteken. Mások mellett a Szavária Múzeum igazgatója Csapláros Andrea és Székely János megyés püspök méltatta a kötetet. Torjai Walter szerint a realista művész Csonka Ernő elsősorban tájképfestészetéről, szakrális munkáiról híres. Én mindenképpen messze-messze a táj líráját emelném ki. Én úgy gondolom, hogy a Vasi tájnak az egyik nagy tolmácsolója, és különösen az akvarell technikájával, ami egy rettenetesen nehéz technika, és ez gyakorlatilag önképzéssel valósította meg, a sajátította el. Csonka Ernő a Premontrei gimnáziumba járt, és az ottani rajzórák jelentették művészetének egyetlen alapját. Vallásos családban nevelkedett, teológiát is tanult, egy ideig papnak készült. A tájat nem műteremben, hanem a természetben festette, az Öreg Akác című képe is így készült. Az utolsó 22 évet felesége mellett töltötte a művész, aki 3 éve hunyt el. Özvegye szeretettel és tisztelettel emlékszik az alkotóra. Intelligens, tanult, jó akaratú, csupa jó akarat volt mindenkivel szemben. Tehát nagyon-nagyon sokat tudnék mondani még, de igazából ő, ahogy volt, úgy volt kerek. Az alkotó szakrális művészete is jelentős, mély vallásossága áthatotta az egész életét. Szeretett templomoknak festeni, az Oladi templomba, Zárda templomba, a keresztúrstációi tőle vannak. Ferences templomba ő festette, IV. Károly, Boldogbattyán és Latman László képei, 12 képet Szent Erzsébetről. Vannak képei a püspöki palotában, az egyik legszebb szerintem ott van, II. János Pál pápáról egy zseniálisan jó portré, Teréz anya keresztrefeszítés, Péter meghívása. Vannak képei a könyvtárunkban, nagyon hálásak vagyunk azért, hogy a művészete ennyire sok számára mutatja az Isten szépségét, a világ szépségét, a szeretet titkát. Csonka Ernő életművének 18 darabja a Képtár tulajdona, ebből 15-öt maga a művész ajánlott fel a múzeumnak. Az új kötet akvarelljeit is bemutatja. A kiadvány mások mellett Torjai Walter és Mertlin Tíme a szerkesztő, valamint Koltai János grafikus munkája. A benne található képeket Benkő Sándor és Büki László fotóművészek bocsátották a kiadó rendelkezésére. A kétnyelvű kötet német fordítása az Alsóőri Magyar Média és Információs Központ igazgatója, Kelemen László önzetlen felajánlása volt. Mini erdőt telepítenek Bükön, amely a biodiverzitást szolgálja, de turisztikai attrakció is egyben. Az úgynevezett Miyawaki erdő lényege, hogy akár néhány négyzetméteren is élhet erdő. Magyarországon tucatnyi ilyen fa és cserje csoport cseperedik, a következő Bükön lesz. Amikor éppen nem havas, akkor zöld háromszögben zárul a Béke utca egyelőre. Bükk képviselőtestülete úgy döntött, mini erdőt telepített ide. Ez egy sűrű, kimondottan sűrű és nagy növésű, fokozatosan a gyepszinttől a magas erdő szintig kilakítandó zöld felület lenne. Összesen 719 lombos facsemete kerülne beépítésre, lompulató cserjéből 1700 darab, akkor lenne egy fakéregtakarás, valamint körbe az érintett területen
egy körmatfenyőrútból kerítés, gyepesítés, egy információs tábla, illetve fatelep, a megszokott Németországból vásárolt pad kerülne kihelyezésre. Bruttó 17,2 millió forintba kerül az erdőtervezés és telepítés. Béke utca végére gondoltuk, hogy valami érdemes lenne valamilyen módon feldíszíteni, hasznosítani ezt a részt. Kicsit fantáziadúsabban, mint ahogy most van, tehát ugye van füves terület, aztán egy darab fa van bent. Aztán ez jött ötletként, ami egy ilyen különlegesebb, nem rendkívüli, csak különlegesen meg jó hangzó, tulajdonképpen erdő. Hát erdőnek mondják, de igazából nagyvárosi környezetbe találta ki a névadó, a Miyawaki japán botanikus. Néhány négyzetmétertől kezdve bármekkora területen lehet telepíteni. A lényeg az, hogy őshonos növényeket kell sűrűn betelepíteni, és akkor egymást húzva ez gyorsan fejlődik. A biodiverzitást idéz elő viszonylag gyorsan. Szemlélteti az egész kis ligetes erdőrész magát a természetes beerdősülésnek a folyamatát is. És itt egy ilyen erdőrészletben gyakorlatilag nagyon jól megfigyelhetők lesznek az évek során kialakuló lombszintek. Alaposan megvitatták az erdőtervet a képviselők, aztán úgy döntöttek, hogy belevágnak a telepítésbe. Magyarországon jelenleg tucatnyi Miyawaki erdő él, a legtöbb Budapesten, vidéken kettő, mindkettő Baján. A következő Miyawaki erdő pedig Bükkön cseperedik majd a parkom telepítésében és gondozásában. Népes mezőnnyel bonyolította le saját rendezésű versenysorozatát a Sporthorgász Egyesületek Vasmegyei Szövetsége. Idén 14. alkalommal ragadtak botot a pecások három kategóriában. A legeredményesebb versenyzők a szövetség hagyományos évzáró ülésén vették át a jól megérdemelt érmeket. Öt állomása volt idén a Vasi Vizek legjobb sporthorgásza versenysorozatnak. A pecások a gersekaráti sárvíztavon kezdtek, majd Kerkafalván és a Lukácsházi Abértavon folytatták a versengést. Utóbbi helyszínen egyéni és csapatbajnokságot szerveztek szeptember utolsó hétvégéjén. Egyre többen csatlakoztak a versenysorozathoz. A profik között 21, hobbi és ifjúsági kategóriában 45 pontszerzőt értékeltek a Sporthorgász Egyesületek Vasmegyei Szövetségének évzáró intézőbizottsági ülésén. Szoros volt a verseny, sok esetben csupán egy-egy pont döntött a végső sorrendről. Valamennyi kategóriában új győzteseket hirdettek. A profik mezőnyében tarolt az elektromosok csapata. Tordai Gábor lett a harmadik, Kádi Szabolcs a második helyezett, míg az élen Hajba Gábor végzett. Hosszú verseny sorozat volt, elég kiegyenlített, aztán az utolsó fordulóba dőlt csak el a végső győzelem. Azért azt tudni kell, hogy rajtam kívül itt most azért egy 2-3 ember állhatna, mert szoros volt. Új győztest avattak a hobbi horgászok között is. A Spartakuszos Szabó Gábort és a tavalyi bajnokot Pajtli Tibort a Répcelaki Töreki Zoltán előzte meg. Tipikusan csak a saját horgászatomra koncentráltam elsősorban. Hát persze nyilván figyelemmel kísértem a szektor belüli történéseket, és próbáltam a legjobbat kihozni magamból. Az IFIK versenye a Bálint testvérek nagy csatáját hozta. Harmadik helyen Hajós Áron végzett, második lett Bálint Zsolt, öccse Bálint Dávid egyetlen pont különbséggel szerzett győzelmet. Apukámmal horgásztunk gersekaráton, úszóztunk és fédereztünk. És ilyen középmezőnybe gondoltam, hogy végzek a Zsoltival. Az intézőbizottsági ülésen Puskás Norbert, a szövetség ügyvezető elnöke megköszönte a támogatásokat és bejelentette. Megállapodtak arról, hogy Gerői Tiborék a következő két évben is névadó szponzorként segítik a versenysorozatot. A Vasvár megyei sportági szakszövetségek tanácsa a megyei sport területén végzett kiemelkedő munkáért az idei évben is kitüntetéseket adományozott. Celdömökről ketten is rangos elismerésben részesültek a megyeházán megtartott ünnepségen. A Vasmegyei Sportági Szakszövetségek Tanácsa által szervezett, a megyeháza dísztermében megtartott ünnepségen a megye sportvezetői köszöntötték a megjelenteket. Az eseményen részt vett Marton Ferenc, a Vasvármegyei Közgyűlés alelnöke, aki elmondta,
hogy a kiváló teljesítmények elismerése mellett azért is fontosak az ilyen események, mert ilyenkor találkozhatnak egymással a meghívott sportolók és sportvezetők is. Köszöntőt mondott többek között professzor dr. Gadányi Károly, a Vas vármegyei sportági szakszövetségek tanácsának elnöke. Hangsúlyozta, hogy Vas megye továbbra is sportos megye, és köszönetet mondott azoknak a testnevelő tanároknak, sportolóknak, sportvezetőknek, akik szép teljesítményükkel hozzájárulnak ehhez. 15 éve alapítottuk ezt a kitüntetés csoportot, tulajdonképpen 8 kategóriába adtunk át ma elismeréseket. Hát azért alapítottuk, hogy elismerjük és megbecsüljük azokat a sportolókat, sportvezetőket, akik tesznek szülőfalujukért, szülővárosukért és a megyéért. Szerencse van ilyen elég sok. Mindig is voltak Vas megyébe elkötelezett emberek, elkötelezett kiváló sportolók. A megye sok településén tevékenykedő sportolók, edzők, sportvezetők közül az idén 23-an vehettek át kitüntető serlegeket és elismerő okleveleket. A celi asztali tenisz csapatok kiemelkedő teljesítményének eléréséhez hozzájáruló edzői munkájáért Iván Csaba is kiváló edzői díj elismerésben részesült. Szerencsére jók az eredmények. Az NB1-es csapatunkban az eddigi két standard Celdömölki, Baranyai Domonkos és Iván Bertold mellett most már Gőgös Martin is beépült a csapatba. 16 éves kora ellenére több mint 50%-os teljesítmény nyújtott az őszi bajnokságba. Úgyhogy továbbra is ez a célunk, hogy ilyen meghatározó minőségi és helyi gyerekeket építsünk be a felnőtt csapatokba is. A díjátadó ünnepségen a sportolók és edzők mellett a fiatal generációkat sportos életmódra nevelő munkásságukért testnevelő tanárokat is elismertek. Geiger Csilla, a Celdömölki Városi Általános Iskola testnevelő tanára kiemelkedő munkájáért kiváló testnevelő elismerésben részesült. Nagyon nagy megtiszteltetésnek éreztem. Nagyon sok versenyre vittem gyerekeket, a fő profilom a kézilabda, de azon kívül atlétika versenyre, úszásra, játékos sportvetélkedőre, tehát rengeteg részén indultunk a diákolimpiának, meg azon kívül is. Úgyhogy valószínűleg ennek köszönhetem, hogy ezt a nemes díjat megkaptam. Az ünnepségen megemlékeztek a Vas megyei kiváló sportvezetőről, edzőről, Németh Párról, a dobópápáról is. A díjátadón immáron sokadik alkalommal adták át a nevét viselő elismerést, amit az idén Szabados Ármin kalapácsvető kapott. Idén is megrendezték a Celdömölki Zeneiskolában a már hagyományos Ádám Jenő népdaléneklési versenyt. 70 énekes lépett színpadra. December 8-án az Ádám Jenő Zenei Alapfokú Művészeti Iskolában évtizedes hagyományokra építve idén is megrendezték az Ádám Jenő népdaléneklési versenyt. A versenyt minden évben az intézmény névadójának tiszteletére Ádám Jenő születésnapjának december 12-i dátumához közeleső pénteken tartják azzal a céllal, hogy színvonalas megmérettetési lehetőséget biztosítson a népdalokat szívesen éneklő ifjúság számára. Fontos szempont az is, hogy szakmai fórumot, konzultációs lehetőséget teremtsen a népi énekléssel foglalkozó szakemberek, felkészítő tanárok számára. Az idei versenyre Bobáról, Gyöngyösfaluból, Sárvárról, Szombathelyről, Sopronból, Pecölből, Jánosházáról és Celdömölkről érkeztek résztvevők. Csoportos és egyéni kategóriában összesen 70 énekes lépett színpadra. A szakmai zsűri arany, ezüst és bronz minősítésekkel értékelte a produkciókat. A zsűri elnöke Tanai Erzsébet összegzőjében elmondta, hogy a színvonalas produkciók különleges élményt nyújtottak, nagy öröm volt hallgatni és értékelni a résztvevőket. Minden felkészítő pedagógusnak és fellépő énekesnek megköszönte a munkáját és biztatta őket a további éneklésre. Elkészült a Vasparipa játszópark Celdömölkön a Kemenes Vulkánpark mellett. Megtartották a projektzáró rendezvényt.
Celldömök országos szinten egyedülálló turisztikai kínálattal rendelkezik, melynek meghatározó szereplője többek között a Sághegy, valamint a vasút történeti múlt. Ezek, valamint Celldömök további turisztikai célpontjainak összehangolásával az önkormányzat egy koordinált fejlesztés megvalósítását tűzte ki célul, mely által a Kemenes Vulkánpark mellett elhelyezkedő területen Vasparipa játszópark névvel létesítettek új turisztikai célpontot. A hónapokig tartó munkálatok befejeztével sajtónyilvános projektzáró rendezvényt tartottak december 9-én szombaton. Az esemény kezdetén Farkas Gábor jegyző tájékoztatta a megjelenteket a pályázat kezdeti szakaszáról, valamint a megvalósításról. Majd Fejér László polgármester méltatta a beruházást, előrevetítve az önkormányzat későbbi terveit is. Végül pedig Tulok Gabriella, a Kemenes Vulkánpark igazgatója, a játszópark üzemeltetője szólt a megjelentekhez, megköszönve minden közreműködő munkáját. Elmondta továbbá azt is, hogy még nagyon sok munka vár rájuk, de mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy a hivatalos nyitásra egy minden igényt kiszolgáló helyszín várja majd az ide látogatókat. A park, melyben egy kerti vasút, játszó elemek, remíz és állomás épület is helyet kapott. Várhatóan 2024 tavaszától várja a látogatókat, melyről a későbbiekben mi is hírt adunk majd. Január 2-án nyitja meg kapuit a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász nappali ellátó központja a Vaosz udvarban, amit a 60 év fölöttiek számára hoztak létre. A Szent Anna házban sokféle programmal, foglalkozással várják majd az időseket, nem csak Szombathelyről, de a környékbeli településekről is. Amikor üresen maradt a Vaosz udvarban álló épület, a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász igazgatójában fogalmazódott meg a gondolat, hogy nappali ellátóközpontot hozzanak létre itt az idősek számára. Ez a ház jó pár évvel ezelőtt a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász tulajdona volt. És egy időre az egyházmegye átvette gondozásba, és most, miután Székely János püspök atya felújítatta a fiatalok részére, sajnos közben jött a Covid, és használaton kívül maradt. És most a fiatalok és az összes fiatalokkal történő program leköltözött a volt gödörbe, és ez a ház teljesen üresen maradt, és akkor én kértem püspök atyát, hogy a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász egy nappali ellátót tudna itt létrehozni, és ezt normatív finanszírozásból mi fent tudjuk tartani. A Szűz Mária édesanyjáról, Szent Annáról elnevezett nappali ellátóközpontot Székely János püspök szentmise keretében áldotta meg kedden délelőtt. Mai napon nyitjuk meg hálatelt szívvel a Szent Anna házat. És azt kívánjuk, erre kérjük Isten áldását. Ezek között, a falak között mindig lakjon az idős ember tisztelete, szeretete, értékelése. Az a meggyőződés, hogy ő nem teher, hanem kincs. Az intézményben az idősek nem csak a testüket, de az elméjüket is megmozgathatják. Versenyekkel, foglalkozásokkal, közösségi programokkal készülnek a számukra. A következő fél évre több mint 58 eseményt terveznek. A központ célja, hogy segítsen megelőzni az időskori elmagányosodást. Mostanában fognak elmenni a ratkó gyerekek, az úgynevezett ratkó gyerekek nyugdíjba, és a nyugdíjas társadalom ugye bővülni fog nagy mértékben. És erre szeretnénk egy helyet biztosítani azért, mert ugye az időskornak a legnagyobb megbetegedése ugye a demencia. És a demenciának a legnagyobb előkapuja az elmagányosodás. Most szeretnénk egy közösséget létrehozni arra, hogy akkor ez ne történjen meg, ahol aktívan jól tudják az idősek eltölteni a hétköznapukat. Minden nap ülőtánccal, tornával indul, majd klubfoglalkozásokat tartanak. Lehet olvasni, kötni és közös kirándulásokat is terveznek. A szolgáltatás népszerű az idősek körében, nagy a túljelentkezés. Jelenleg 50 főnek tudunk nappali ellátást biztosítani, 60 pluszos szépkorú hölgynek és úrnak, és Szombathely és 15 hozzátartozó településről érkeznek a hölgyek és a fiatal emberek, a 60 pluszos fiatal emberek.
És hát ugye erre a házra mennyire szükség van, már több mint 60-an vagyunk. De ez itt nem probléma, hiszen a ház hatalmas, és lesznek olyan programok, ami teljesen nyitott és jöhetnek. A ház megáldása alkalmából a Mesevár Óvoda Süni csoportja karácsonyi műsorral készült. A Szent Anna ház január 2-án nyitja ki kapuit. 40 ezer LED világít idén a Csákány-Doroszlói Meseház udvarán. Fénypatak, rénszarvasok, mézes kalácsház és karácsonyi maketváros várja a látogatókat minden nap. Már több tízezren fordultak meg a különleges helyszínen. Világító rénszarvas, jeges medvék, hóember és fényárban úszó ajándékdobozok. Csillogó-villogó karácsonyi mesevilág fogadja a betérőt Csákánydoroszlóban, a főutca 102 szám alatti ház udvarán. Gréta lentiből érkezett családjával, hogy megnézze az ünnepi látványosságot. Hallottunk már róla, és érdekesnek találtuk, és kíváncsiak voltunk, hogy mi lehet itt, és vajon mennyi fény, meg mennyi minden található itt Csákány-Doroszlón. Gyurján János 14 évvel ezelőtt kezdte a karácsonyi díszítést. Először a párját szerette volna meglepni, csak az Eresz csatornát díszítette fel. A fényfűzérek és figurák ezután évről évre gyarapodtak. A meseházat először csak kívülről csodálhatták meg az arra járók, körülbelül 7 éve pedig az udvart is megnyitotta az ötletgazda az érdeklődők előtt. Páromnak szerettem volna kedveskedni, és következő éve már kristályszarvasokat szereztem be, hóembert, ami a mai napig díszes pompa itt a kis kertnél, gyerekek kedvence. Aztán, ahogy teltek múltak az évek, ugye egyre többen jöttek mindenféle megyékből, Ausztriából, Szlovéniából, és gyakorlatilag egy turista látványosság lett ebből. A ház udvarát általában advent első hétvégéjétől lehet megcsodálni, most egy héttel előbb nyitottak. Volt olyan év, amikor 3000 látogatót fogadtak már az első napon. A karácsonyi meseház minden évben megújul, így azok is visszajárnak megcsodálni, akik egyszer már látták. Az előkészületeket már májusban megkezdték, augusztus végén kerültek fel az első égő sorok. Idén lett egy kis manókiállítás, lett egy 13 méteres diófa, ami fel lett díszítve. Fényalagút, a mézes kalácsház is megújult, illetve ugye a macik és a szarvasoknál is rengeteg újdonság, újítás lett, életnagyságú télapokkal. Idén egy 6 méteres karácsonyfa az újdonság, aminek nyitott a belseje, lehet benne fényképezkedni. A Csákány-Doroszlói Meseház kapuja mindenki előtt nyitva áll délutánonként 5 órától este 8-ig. A látogatókat hétköznap meleg teával, az adventi vasárnapokon pedig forró csokival kínálják. Önök a Vasi Kaleidoszkóp idei utolsó adását látták. A műsort készítő szerkesztőségek nevében is köszönöm egész évi figyelmüket. Minden kedves nézőnknek békés, boldog karácsonyt és szerencsés új esztendőt kívánok. Tartsanak velünk jövőre is. Viszontlátásra!